Mi újság van, gyerekek, hogy vagytok? Mi újság? Jó vagytok? Jóság van? Minden rendben van veletek? Foci megy? Nem kell válaszolni, ezt csak úgy mondtam. Fölfogtátok? Folytatódik a 10 éves osztálytalálkozó. Megnézzük, hogy kinek hogy szolgál a sora, kivel mi van. Már is mutatom a királyságot! Hol vannak most a búzadarás fiúk? Vajon hazamentek már, vagy tanulnak még nálunk a Liszt Ferenc Zene Akadémián? Értettétek? Liszt. A fiúk a nagy sikerű búzadara után, ami egy 2017-es szám volt, most a Fájdalom csillapítóról énekelnek. Fájdalom csillapító. Mindig találnak valami érdekes magyar szót, amiből zenét csinálnak. Fájdalom, csillapító, szükségem van rá. Hát ha így nyomják ettől a cucctól, akkor azt szerintem nem fájdalom csillapító volt. Fájdalom, csillapító, szükségem van rá. Fájdalom, csillapító, szükséges. Az a jó a fiúk zenéiben, hogy mindenben megtalálják a szépet. A búzadarától a fájdalom csillapítóig. Látszik, hogy beszedtek valami gyanús tablettát, azt mindenkit szépnek látnak. Ki ne emlékezne 2016 nyarának legnagyobb slágerére? Ez már szinte nosztalgikus hallgatni. Eszembe jutnak a 2016-os summer emlékek a nagy pokémonozásokról. Nem gondoltam volna, hogy már az első percben egy ritka Pokémon faj találok. Ettől a kedves kis számtól a csehszlovák fiú egy pillanat alatt világsztár lett. Hol vannak már ilyen jó zenék manapság? Miután végigfenyítette a fél világot, bátyjával együtt közreműködve felújították első nagy sikerüket, és csináltak belőle egy 2020-as verziót. Hát, elég szomorú lett. A Pokémon gózás az kicsit vidámabb hangulatot érdemelne. A pokémonozás soha nem érhet véget. Meg is mondták, hogy meg kell szerezni mindet. Mostanra már biztos Misának van a legtöbb pontja ebben a játékban. Minden tiszteletem az övé. Az a baj, hogy a Misa elkezdte megcsináltatni a fogait. Amikor pont amiatt nézték. A fogak legalább minimum 30 millió megtekintést hoztak még. Látszik, a Misa felnőtt, a régi Minecraftos sapkáját lecserélte fuck sapkára. Ebből látszik, hogy felnőtt és megérett, egy komoly felnőtt ember lett. Az évek során a srác elveszthette a hangját, és a 2020-as verziót már a bátyjának kellett felénekelnie. Misának bejött az élet, mert most már Hollywoodban pokémonozik a legújabb mobiltelefonokon. Nehéz már itt megtalálni ezeket az embereket, akikkel foglalkoztam, mert mindenki elköltözik. Babett is már kiköltözött Dubajba. Én egy szőke, gyönyörű, szép magyar nő vagyok itt Dubajban. Annyit botoxoltatott, teljesen megváltozott az arca. Biztos dubajozik. Vannak, akiknek a csatornáján nem sok változás történt. Bejelentő videóra az gyerekik, máma úgy néz ki, hogy inni fogok. Mónikáik is még mindig gyurmáznak. Azt tudjátok rólunk, hogy nagyon szeretünk szlájmot készíteni. Moli azt gondolta, hogy a szlájmozást egy újabb szintre kellene emelni, mert az már unalmas, hogy csak leülünk így az asztal mellé. A hólyagot csinálunk belőle, ez tök jó, de hát azért már valamit kellene csinálni. Irénke meg már elvált a fárajótól. Többet küldök és tisztább a b***sám, mint a tiédé. Érted? Az én b***sámból lehetsz. Ez a házasság is zátonyra futott. Látszik, hogy csak a pénzért volt vele. Jó hír, nőd le, nény a fír. És most nézzük, hogy miket okosít manapság a Bence. Bemutatom nektek az irodám, így néz ki, körbevezetlek titeket, és elmagyarázom, hogy hányszor vagyok a benne egy héten, mit csinálok és miért.
Az utóbbi időben ő is beköltözött a kamuvállalkozók kamuirodájába. Megy a meló, megy a meló. Megy a meló, látom, megy a kamerázás is. Miért mindenki az én autómat akarja? Mindegy, hát add oda neki, vagy nem. Van. Ez az iroda egyesít minden trash arcot. Ha trash arc vagy, kapsz egy hívást ettől az irodától, hogy hello trash arc vagy, gyere már, költözni már be ide ebbe az irodába. Rengeteg emlék fűz ehhez az irodához, ugye rengeteg videó is készült el. Minden youtubernek kell egy iroda, hogy legyen egy hely, ahol tudja szivatni a többieket. Innen indult az egész Berki szivatós sorozatunk. Az iroda legjobb dolgozóit a főnök jutalmul elviszi kocsikázni a Zsigulián. Elég sok olyan barátom van, akinek a nagy lóerős autói vannak, 300, 400, 500, de ez más. Azt de gyorsan megy! Tessék lepadlózni, főnök bácsi! Te vagy a legjobb főnök! Ha nagy leszek, olyan akarok lenni, mint te! Töltjük fel az új videót a csatornára, ami egy prank slash napi vlog. Nagyon-nagyon hosszú idő után szerintem a legjobb vlog, ami a csatornámra ki fog menni. Na, végre az ilyen pörgős vlogokat szeretem nézni. Már régóta hiányzott ez a pörgős, életvidám Bence. Amit látjátok, most gyűrűs napot tartok. Versenyezzünk, hogy kinek van jobb irodája, kinek termel többet a KFT-je, és kinek van jobb titkárnője. Bárki kötekedni akar a mai nap velem, csak annyit fogok kérdezni, hogy kész a gyűrűmből? Ne bánts, Bence! Visszaszívok mindent, leszedem a videókat, veszek teát is. Akkor küldjük a csomagot. Ebben az irodában hatalmas sztorik történnek. A szomszéd irodából a srác mesztelen nőket néz egész nap. Most is. Azt te nem jóját! Mesztelen nőket néznek. Biztos beírták a Google-be, hogy mesztelen nő is azt nézik, amit kiadott. Jézusom, mi történik? Konkrétan a csajon semmi ruha nincs. És akkor én legyek a szégyenlős, hogy vlogolok itt az ablak előtt. De nem mutatják meg. Nem mutatják meg, hogy mesztelen nőket néznek a szomszédba. Szerintem megint kamúzik a Bence. Na mindegy. Ezért kéne valami új oklevelet adni neki. Minden egyes tok után nekem küldenek egy oklevelet. Egy szomorú hír is érkezett a csatornáról, mert Bence idén bejelentette, hogy nem lesz több oxós teája. Én nem szeretnék többet az oxóval együttműködni. Ez azt jelenti, hogy felszabadult egy influencer együttműködés. Ami azt jelenti, hogy be kell lépnem a teapiacra. Oxó. Végre lehet nekem is oxó teám. Keressetek meg! Körülmel jelentem be nektek, hogy lesz saját teám az oxóban. Cuki-muki kis macák is vannak rajta, mind minket ábrázolnak, olyan jó, nem? Kifúrtam a Bencét, ennyi, hát jövök, beülök a teába. Imádni fogják a gyerekek az oxóba. Ezért los... Te, te paror! Na, hát ez nem volt szép dolog. Szegény lebek a csulamvíz lett. Azt nem is bírom nézni, menjünk is tovább. Zoli bácsi a mai napig minden videója elején felteszi a költői kérdést. A mostani videóban mi lesz a tartalom? A mostani videóban a tartalma, főzni fogok. Na, ezen én is el szoktam gondolkozni minden videóm elején. A mai videóban mi lesz a tartalom? Hát nagyon jó kérdés. A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Zoli bácsi halad a korral, és már vegán élelmiszereket is készít. Sokkal kétni tőlem, hogy készítsebben süssek, készítsebben főzzek, vegetáris, igen, vegás élelmiszer, vagy élelmis kaját. Do you ever eat fruits and vegetables? I never ate it. No. Finom, whooping proceed. Csak jobban szerettem a hús, az a bal. Szegény milyen csalódott lehet, hogy nem volt benne hús. Mondjuk én is depresszióba esnék, ha kiderülne a fasírtról, hogy krumpli. Jó, ennek vége. Szegény ezzel az új kötőjeles csatornával egy kicsit elszúrta a dolgot, de semmi baj, még talpra lehet állni, én szurkolok neki. Ennyi volt mára, a következőben folytatjuk, és emlékezzetek arra, hogy én teljes szívemből szeretlek titeket. Ezért hát kaptok búcsúzóul még egy kis éneket. Once more, you are when the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Nálam mindig buli van a YouTube-on, lábam nem Fila, hanem Louboutin. Itt mindig fontos a komfort, jöhet pár bolondos Tom Ford.
az többet mond minden szónál, hogy bármit felveszek, jól áll. Ismerek mindenkit, és mindenki ismer. Ne égesd magadat, nem vagy te sinter.